Ezen a képen én vagyok kiskoromban, mamám ölében, mellettem állva anyukám. Baloldalt pedig olyan, mintha a mamám feje mögött, mintha egy emberi fej látszódna, édesanyám szerint nem más, mint nagyapám arca van a képen. Én nem tudom, hogy mit gondoljak. Az ilyen képekre, amikor valami nagyon nem egyértelmű, nem különül el a háttértől, hanem olyan, mintha egybeolvadna a háttérrel, én ezekre a képekre azt szoktam mondani, hogy nincs rajta semmi paranormális, az emberi agy az így működik, mindenben próbál értelmet keresni és összehasonlítani azt egy már ismert dologgal, ezt hívják pareidoliának, és szerintem itt is csak erről van szó, hát sajnos. Képen nagybátyám és unokatestvérem látható. A képen unokatestvérem első hajvágását örökítették meg. Eredetileg két szereplőnek kellene lennie a képen, viszont a nagybátyám mögött egy másik alak arca is feltűnik, valamint egy számomra ventilátornak tűnő tárgy is látható. Nagybátyámék elmondása alapján alapból semmilyen tárgy nem volt ott az ablak előtt, se ekkor, se előtte. A titokzatos emberről pedig annyit, hogy az elmondások szerint nagybátyám és a fal között nem volt annyi hely, hogy egy felnőtt ember kényelmesen elfért volna ott. Ezek mellett az arc senkinek sem volt ismerős a családban, ami azért furcsa, mert a családunk elég nagy és elég sok embert ismernek a faluból és a környékről. Létezik az, hogy a fotó előhívásakor két kép véletlenül összemosódott, és végül ez lett az eredmény? Vagy sikerült akaratunkon kívül valami természetfelettit lencse végre kapni? Ha jól emlékszem, akkor az előző részben is valamilyen hasonló képet mutattam be nektek, csak azon épp egy kutya feje volt szokatlan helyen. Viszont ez a kép az azért is érdekesebb, mert valóban nincs olyan sok hely a nagybátyád és a hátsó ablak között, ami szerintem egyértelműen mutatja, hogy oda nem fért volna be még egy ember, a ráadás pedig, hogy a családból ugye senkinek sem ismerős ez az arc, így ilyen alapon miért lett volna nálatok bárki, egy olyan ember, akit senki nem ismer, szóval az, hogy ez az arc az valóban ott volt, fizikailag is a hajvágás alatt, azt én személy szerint kizárnám. Most viszont akkor jöjjenek az érdekességek. Először is ez a fejez pont térben ott van, ahol annak lennie kell. Legalábbis nagybátyád árnyéka, az pont úgy vetül erre az arcra, mintha ez az arc, ez valóban ott lett volna. Azt is írtad, hogy ez a kör alakú tárgy, ez sosem volt ott elvileg, viszont szerintem tuti, hogy ott volt valami, csak maximum nem emlékszik rá már senki a családból. Na de ez micsoda? Úgy néz ki, mint egy szalmak alap, engem inkább egy tükörre emlékeztet, amit régen szokás volt az ablakra rögzíteni, hogyha esetleg váratlan vendég jött, akkor oldalról csak be kellett nézni a tükörbe, és láttad, hogy ki az, aki épp már fél órája nyomja a csengőt odakint. Ez az arc nekem még mindig nagyon nem stimmel valahogy, valamiért a méreteiben sem, arányaiban, méreteiben egy kicsit kisebb a feje, de nem lehetett sokkal hátrébb, mert ott van az ablak, szóval a méretét tekintve sem nagyon illik a képre. Én körülbelül több mint fél órát nézegettem a képet, még e videó előtt, hogy majd tudjam, hogy majd mit fogok mondani, de bevallom, hogy nem nagyon van olyan magyarázatom, amire én azt tudnám mondani neked, hogy na ez a tuti magyarázat. Ha tippelnem kellene, akkor én mindenképp az utólagos előhíváskori összemosódásra tenném azt a voksomat, szerintem az áll a háttérben, bár én eddig még ilyen remekül a környezetbe odaillő, teljesen valósághű, a vonalakat követő összemosódást még eddig sosem láttam, de simán lehet, hogy van az a véletlen. Kíváncsi leszek, hogy esetleg majd valakinek nem lesz ismerős a képen látható arc, lehet, hogy majd a kommentekben valaki odaírja, hogy hát ő nagyapám. Ez persze csak olyan szempontból lehetne érdekes, hogy lehet, hogy egy fényképésznél hivattátok elő a fényképeket. Én személy szerint Fekete Lacit látom benne ifjúkorában, a haj, az orr, a szem, és szerintem minden stimmel. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti hogy látjátok, nagyon érdekes.
Egy barátom képe még a 90-es évekből. Mindenki egyetért abban, hogy a kép készült, akkor a tévé nem volt bekapcsolva. Kíváncsi lennék, hogyha én mutatnék egy képet a rokonaimnak, és megkérdezném tőlük, hogy figyeljetek már, itt ezen a képen 1994. február 15-én be volt kapcsolva a tévé? Szerintem nagy valószínűséggel mindenki azt mondaná, hogy de hát fogalmam sincs, fiam, hát honnan tudnám, és ez szerintem erre a képre is igaz. Nem hiszem el, hogy van olyan személy, aki több mint 20 év után is emlékszik egy olyan apró és jelentéktelen részletre, hogy be volt-e kapcsolva a tévé. Egyébként maga a kép akkor lenne igazán érdekes, hogyha ez a fej legalább csak egy picit is túllógna a tévé fekete keret részébe. De mivel ez a fej ez kizárólag csak egy adott kockán belül, pontosabban csak a képernyőn látszik, ezért nagy valószínűséggel ez a tévé ez sajnos a kép készültekor igenis be volt kapcsolva. Egerből tartottam hazafelé Pestre. A belső sávban autóztam, nem sokkal többel, 130-nál. Majd egyszer csak szó szerint, mintha valaki kirántotta volna a kezemből a kormányt, első pillanatra azt hittem, hogy defektet kaptam, és mire a gondolatom végére értem, a másik oldalról egy autó repült át az én oldalamra, ami pont mellém repült. Ha nincs ez a hiba és a kormány nem rándul félre, akkor a szélvédőmön repül be az autó. Ennek a pillanatnyi hibának köszönhetem az életem. Nem vagyok se hívő, se semmi ilyesmi, és nem is hiszek az ilyenekben, de úgy tűnik, hogy valaki úgy látta, hogy van még itt dolgom. Ezt a történetet csak azért hoztam ide, mert szerintem nagyon érdekes, hogy egy pillanatnyi kormány összekötő hiba pont jókor és pont jó helyen jött, és azóta sem jelentkezett semmilyen hiba az autóval, szóval csak egy pillanatra lépett elő, és jelentkezett ez a hiba, és azóta egyszer sem. Nagyon érdekes, és ezekre a történetekre nincs is racionális magyarázat. Persze racionális fejjel azt mondanám, hogy csak véletlen történt, de ez lehet, hogy egy ilyen nagy egybeesésnél már lehet, hogy nem állja meg a helyét. Ezt a fotót 2013 nyarán készítettem Balatonfüreden. Barátnőimmel sétáltunk a Balaton mellett, majd egyszer csak két fekete pacára lettem figyelmes a víz felszínén. Gondoltam, lövök egy fotót, erre ezt a jelenséget kaptam le. Teszem hozzá, hogy senki nem volt a vízben. A kép nem szerkesztett, hiszen valóságos analfabéta vagyok mindenféle képszerkesztéshez, én nem találok erre racionális magyarázatot, akkor nagyon félelmetes volt, nem szívesen élném át újra. Kíváncsi vagyok, hogy ti milyen magyarázatot tudnátok adni erre az anomáliára. A képet persze azonnal beraktam egy szerkesztőbe, hogy megnézzem azt, hogy történt-e valamilyen szerkesztés esetleg a felvételen, és a véleményem szerint szerintem nem. Olyannyira amatőr és olyannyira pixeles az egész, pont úgy, mint 2013-ban, hogy én a kép valódiságát a továbbiakban nem is nagyon firtatnám. Ha őszinte akarok lenni, akkor én azt mondanám, hogy a kép hitelessége az azon áll vagy bukik, hogy hiszünk-e a készítőnek abból a szempontból, hogy tényleg nem volt senki ekkora vízben. A gyenge fényviszonyok miatt egy eléggé pixeles képből nem lehet igazságot hirdetni, viszont az én véleményem szerint, ha egy picit távolról nézzük, akkor már-már ez a forma ez túlságosan is emberi. Még talán így szerkesztve egy picit a szemek, az orr és a száj is látszik. Ráadásul ez a kézfenntartás is olyan, mintha valaki épp mászna kifelé a vízből, fenntartja a kezét, hogy ne legyen vizes, vagy az ne legyen vizes, ami a kezében van. De hogyha tisztán emlékszel arra, hogy valóban nem volt senki a vízben ebben a pillanatban, akkor viszont ez a kép talán bekerülhetne a szellemfotóalbumba,
De így, ebből a képből én sajnos nem tudok végletes kijelentésekbe bocsátkozni. Hogyha engem kérdeztek, akkor én mindenképpen arra tippelnék, hogy valaki épp kifelé jött a vízből, nudizott egy picit a sötétben, és erről készült egy ilyen kép. Valószínűnek tartom, hogy így 10 év távlatából már te sem emlékszel azokra a részletekre, amelyek minden kérésedre és a mi kéréseinkre is választ adnának. Ez egy tavalyi hangfelvétel, és az egész éjszakát felvettem hangrögzítőre, mert nagyon furcsa dolgok történtek azon a héten. Kb. 8 óra hanganyagot hallgattam végig, amíg bele nem futottam ebbe a hangba. Én azt hallom a felvételen, hogy jó estét. Egyedül voltam itthon, így senki más nem volt itthon rajtam kívül. Megmutatom nektek ezt a hangfelvételt természetesen, és azután pedig akkor beszélünk róla. Na hát először is, és lehet, hogy úgy tűnhet, mintha tényleg én mindent meg szeretnék cáfolni, és lehet, hogy úgy tűnhet kívülről, mintha beleragadtam volna egy olyan szerepbe, a megcáfoló szerepbe, csak mert azt is visszahallottam már, hogy én olyan vagyok, mintha tényleg mindent meg szeretnék cáfolni, és ez lett az én életcélom, hogy megcáfoljak mindent. És lehet, hogy egyesek valóban így gondolják, de pont az, hogy én ezt pont el szeretném kerülni, és mindig önvizsgálatot tartok magammal szemben is, viszont azt sem akarom, hogy pont az ellenkezője legyek, és átbillenjek a ló túloldalára, és mindenre azt kiabáljam, hogy na ott egy szellem. Ez esetben sem lesz ez másképp, ugyanis többször is meghallgattam ezt a hangot, és sajnos szerintem csak te beszéltél álmodban. Egy fiatal hangot, egy fiatal srácot hallok egy kicsit száradtabb hangon, egyébként fekve és oldalra fordulva, amúgy is egy kicsit másabb a hangunk, egy kicsit mélyebb a hangunk, ami így hajnali 3-kor szerintem normális. A mi családunkban is vannak, akik éjszaka beszélnek álmukban, van, aki teljesen értelmetlen nyelven, és szerintem itt is ez történt. És nagyon furcsa, de inkább a furcsa helyett talán a gyanús a megfelelő kifejezés, hogy pont azután vágtad el ezt a hangfelvételt, miután ez a furcsa hang, ez az ismeretlen hang, ez a jó estét hang, ez hallható. Ezek után egyből levágtad a felvételt, és csak ezt posztoltad ki nekünk a csoportba, ezt a pár másodpercet, ami bennem azonnal azt mondatja, legalábbis így magamban, hogy lehet, hogy azért, mert később is beszél álmában, csak azon már sokkal egyértelműbb, hogy az ő hangja van a felvételen, és akkor ezáltal már ez a jó estét hang sem lenne olyan nagyon érdekes. Kértem tőled ez alatt a poszt alatt a kommentekben, hogy szeretném hallani legalább csak a bizonyos hang előtti 10 percet és a bizonyos hang utáni 10 percet, hogy legyen összehasonlítási alapon, hogy voltak esetleg más hangok a felvételen, vagy tudja mivel összehasonlítani. És erre a kérésemre azt a választ kaptam tőled, hogy de hát az egész felvétel az 8 óra hosszú. Ezt nem is értettem, nem is arra válaszoltál, amit kérdeztem, de lehet, hogy csak elbeszéltünk egymás mellett. A lényeg, hogy szerintem csak te beszélsz a felvételen, legalábbis abból a pár másodpercből kiindulva, amit ugye kiposztoltál, szerintem csak te beszélsz a felvételen, és nincs semmilyen szellemről szó. Sziasztok! Erről mi a véleményetek? Megmutatom nektek ezt a videót, és ahol nem történik semmi, ott majd én vágok egyet, de ezt majd úgyis látni fogjátok. Egyébként nem egy olyan hosszú videóról van szó, 1 perc, 40 másodperc. Nézzük meg, és utána pedig elmondom, hogy én mit gondolok.
Ami először már furcsa volt nekem, és a leeső tárgyakra is hamarosan kitérek, szóval ami először furcsa volt nekem, hogy a háttérben hallani, hogy megy a tévé. Valaki valószínűleg nézi, azért is van bekapcsolva, de senki nem riadt fel arra, hogy mi ez a nagy csapkodás a konyhában. Furcsa, hogy senki nem jött ki megnézni, hogy mi ez a nagy hangzavar. Másrészt, ami még nekem nagyon furcsa volt, az a kamera pozíciója. Általában a kamerát szerintem mindig magasabbra helyezzük, hogy jól belássa a szobát, és ne csak a konyha szekrényt. Ráadásul, mivel ahogy hallottam, mese ment a háttérben, szóval valószínű, hogy nem egy olyan helyre raktátok a kamerát, ahol a gyerekek is kényelmesen elérik, és esetleg lehúzzák a kamera kábelét és egyben a kamerát is. Az én véleményem szerint már ezen megbukott ez a felvétel, mármint a kamera pozícióján, mert mondom, szerintem semmi értelme nincs annak, hogy a konyha szekrényt kamerázzuk a szoba közepéről, de gondolom csak így lehetett megoldani, hogy valaki a kamera mögül egy átlátszó damillal húzogassa le és húzogassa ki a tárgyakat és a fiókokat. Ezt a felvételt csak azért hagytam jóvá ugye a csoportban, és azért is szerepel ugye ebben a videóban is, mert ez a felvétel a tökéletes példája annak, hogy hogyan ne készíts kamu szellemes videót. Velem a nyáron történt pár paranormális élmény egy vasmegyei kastélyszállóban. Igazából azt tudni kell erről a szállóról, hogy rengeteg paranormális jelenséget észleltek már ott. 1716-ban történt egy öngyilkosság a kastély falai között. Az akkori tulajdonos felesége lett az öngyilkos, és az elmondások alapján az ő szelleme kísért a mai napig a kastélyban. Soha nem tapasztaltam az életem során semmiféle paranormális dolgot, egészen addig, amíg nem töltöttem itt pár napot. Éjszakánként folyamatos kopogásokat hallottunk, az egyik este a szobaajtó saját magától kinyílt, nagyon hangosan elkezdték azt kaparni, azt hozzá kell tennem, hogy nyilván senki nem volt az ajtónál, de amire abszolút nem tudok magyarázatot adni, az az volt, amikor kimentem a folyosóra egyedül, és egy angol női hang suttogott konkrétan a folyosón, nem tudok angolul, de azt értettem, hogy the ghost is far, ami azt jelenti, hogy a szellem messze van. Mondanom se kell, hogy a vér azonnal meghűlt bennem. A szállóban ekkor más vendégek nem tartózkodtak, mivel egy tábor volt a kastélyban, ezért oda más ekkor nem jöhetett be. Egyébként ezt a kastélyt, ezt a vasmegyei, bocsánat, vasvármegyei kastélyt, egyébként valóban ilyen szellemjárta kastélyként tartják számon. Ez volt az első ilyen nézői történet, amit hallottam erről a kastélyról. Erről a képről egyébként eszembe jutott, hogy én már korábban láttam erről a kastélyról egy adást is, hogyha megtalálom, akkor ide beszúrom nektek a leírásba. Az itt lakók szerint egyébként valóban történnek itt érdekes dolgok, ugyanazt mondják el, mint amit te is, léptek, hangok, zörgések, kopogások, hát érdekes. Lehet, hogy jobban utána kellene járni a kastélyban történteknek. Hogyha nem haragszotok, akkor sajnos ebben a részben ma csak ennyi fért bele, pedig több mint ilyen 20 posztot válogattam ki, amiből majd úgy gondoltam, hogy ebben a videóban itt csipegetek, de a maradékot meghagyom inkább majd a csoport tagjainak, mint exkluzív tartalmat. Vannak nagyon érdekes történetek, és vannak személyes történetek is, amelyekről külön kérték, hogy erről videóban ne. Szóval ezek maradnak majd ilyen Fekete Terem Facebook csoport exkluzívak, itt lesz a csoport linkje a leírásban. Szerintem én mindent elmondtam, amit el akartam mondani. Köszönöm szépen a figyelmet. Találkozunk legközelebb egy másik videóban. Sziasztok!